Köszöntöm az ETA BTK Russzisztikai Kutatási és Módszertani Központ YouTube csatornájának követőit és nézőit. 1917 után az orosz értelmiség jelentős része emigrációba vonult vagy kényszerült, amit fehér emigrációként vagy az orosz emigráció első hullámaként is ismerhetünk. Ezen események, folyamatok 100 éves évfordulója kapcsán úgy döntöttünk, új sorozatot indítunk, melynek keretében minden héten bemutatunk egy-egy ismert, vagy kevésbé ismert, de egy megismerésre méltó munkásságú személyiséget az első migrációs hullámból. Első szereplőnk a 140 éve született és 95 éve elhunyt Arkadij Timofejevics Avetsenko író, szatirikus, dramaturg és színházi kritikus. Méltatói Mark Twainhez és a korai Csehovhoz hasonlították stílusát. Az első világháború előtti Pétervár ismert nevetetőjének számított. Több mint 20 újrakiadást megélt 1910-es Vidám osztrigák, valamint 1912-es Elbeszélések lábadozóknak című gyűjteményei után a Nevetés királya megtisztelő címmel illették. Igen korán megismerkedhetett vele a magyar közönség is. Földi Mihály 1918-ban a Nyugatban megjelent kritikájában a világszínvonalú 19. századi orosz próza utáni epigonok között üdítienként melkedőnek találta Avetsenkót és Kuprint. A bolsevikok akasztófa humornak nevezték stílusát. Lenin Avetsenkónak 12 tör a forradalom hátába című pamflet gyűjteménye után az őrültségig rossz indulatú fehérgárdistának nevezte, bár tehetségét elismerte. Avetsenko a krimi Szevasztopolban született egy közepes vagyonú kereskedő családba, iskolai tanulmányokat viszont rossz egészsége és gyenge látása miatt nem végzett. Ez a látás probléma egyébként egész életén végig kísérte, hiszen éppen egy szemoperációt követően felépő komplikációk okozták halálát. Az ismeretek hiányát szorgalmas önképzéssel pótolta, és írnoki állásba került a Donyec medence bányáinak vezetőségénél Harkovban. Néhány korai próbálkozás után az 1905-ben kitört első orosz forradalom idején fedezte fel önmagában publicisztikai tehetségét, és saját élszlapokat is indított. Ez felemésztette ideje nagy részét, így állásából kirúgták, ráadásul egy 500 rubeles sajtóvédséget is összegyűjtött, ezért jobbnak látta, ha Pétervárra távozik. Itt néhány másodrangú folyirat után egy fiatal és lendületes szerkesztőgárdával, akik között ott találjuk Sasa Csornit, Tefit és az illusztrátor Nikolaj Remizovot, 1908-ban megalapítják a Szatirikont, amit 1913-ban Novi Szatirikonként szerveznek újra. Bár éles politikussága miatt számos büntetést kiszabtak a lapra, ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, nagyon népszerű élszlappá vált. Avetsenko fő témái ekkoriban a pétervári hétköznapok, hősei, írók, bírók, rendőrök, szobalányok, nem túl éles eszű, de annál bájosabb hölgyek voltak. Jellemzően egy anekdotikus helyzetből kiindulva egészen az abszurdig vitte el a történeteket. Több elbeszélésének motivumai alapján színházi művek is készültek. Az első világháború folyamán egyre több politikai témájú, hazafias hangvételű karcolata és tárcája jelent meg, amelyek tónusa az események előrehaladtával egyre komorabbá és keserűbbé vált, míg nem 1917-ben a forradalmak lezajlása után ezen a téren is teljesen áttért a szatirikus humoros írásmódra, kifigurázva a kor politikai szereplőit. A bolsevikok több más ellenzéki kiadvánnyal együtt 1918. júliusban betiltották folyóiratát, ez rendkívüli törést jelentett Avetsenko életében, ami után művészetében is egymással szembe került a régi és az új világ. Számos viszontagságon átesve a fehérek által ellenőrzött Krimben kötött ki, ahol nyíltan agitált a Gyenyikin-féle önkéntes hadsereg mellett. Innen az utolsó hajók egyikével Isztambulba menekült, számos késői elbeszélésének ikler forrására vált a menekültek, emigránsok élete, emellett a bolsevik ellenes politikai agitációját is tovább folytatta. Az emigránsok többségének Isztambul csak átmenti lakóhely volt, és 1922. áprilisában Avetsenko is útra kelt, Szófián és Belgrádon keresztül utazva júniusban végül Prágában állapodott meg. Az itt kialakuló jelentős orosz emigráns kulturális központ munkájában azonban már nem tudott sokáig részt venni, a korábban említett műtét komplikációi következtében 1925. március 12-én elhúnyt, és a prágai Olsanyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Utolsó évében a Mécenász tréfája című regényen dolgozott, ami már csak posztumusz kötetként jelenhetett meg. Ha sikerült meghozni a Avetsenko műveihez a kedvet, további részleteket találhatnak róla a honlapunkon, és ha nem tudunk oroszul, az sem probléma. Bár a Szovjetunióban sokáig nem beszélhettek róla, ahogy a videó elején szóba került, Magyarországon az első világháború idején és a két világháború között számon tartották, és megjelent néhány elbeszélése is. A rendszerváltás környékén 1987-ben pedig a Patkány tárcán című gyűjteményes kötete jelent meg. Szóval, ha a karantén idején kedvünk támad némi humorra és szatírára, keressük műveit az antikváriumokban. Természetesen a helyzetre való tekintettel az online antikváriumokat és az érintkezésmentes házhozszállítást javasoljuk.